Első alkalommal szerveztek Városbált Újfehértón múlt héten. A környező településeken már több éves hagyománya van a jótékonysági rendezvények szervezésének. Ezért az új polgármester célja volt, hogy Újfehértó is csatlakozzon ehhez. Próbáltak minél több helyi lakost és különböző támogatókat megszólítani, az adományok gyűjtéséhez pedig egy nemes célt találni. Beszélget az egészségügyi dolgozókkal és a város lakosságával, egy ultrahang készüléket szeretnénk vásárolni, amelynek a bál bevételét szánnánk. Támogatóegyet lehetett vásárolni, illetve a bál bevételéből, az ott ugye tombolárusítás, egyéb adományokból összegyűlt összeget fogjuk még az önkormányzat forrásából kiegészíteni, és ebből szeretnénk egy városi ultrahang készüléket vásárolni, hisz jelenleg egy van, amit a nőgyógyászaton használnak, viszont ez egy ekkora városban úgy gondolom, hogy kevés. A bálon 2,5 millió forintot gyűjtöttek eddig, de még folyamatosan érkeznek a felajánlások az önkormányzathoz. Dr. Bélteki Béla háziorvos azt nyilatkozta, a megvásárolni kívánt eszköz nagyjából 5 és 10 millió forint között mozog. Az ultrahang, mint vizsgáló eljárás nem csak a betegségek diagnosztizálásában használatos eszköz, hanem szűrő eljárásként is megfelelő, felnőtt és gyermekpraxisban egyaránt, tette hozzá az orvos. Az ultrahang az úgy működik, hogy a leginkább a hang, benne is van a nevében, tehát ultrahanghoz hasonló hullámokat keltenek mesterségesen, ezt sugározza ki az ultrahang készülék, ez kerül be az emberi szervezetbe, ami teljesen ártalmatlan, és ennek visszaverődéséből, illetve egyéb fizikai tevékenységéből egy képalkotó eljárással a hozzáértő szakember messze menő következtetésekre jut a illető beteg szervéről, szervrendszeréről. Újfehértó idén csatlakozott az Egy dobozni szeretet akcióhoz. Ezzel az adománygyűjtéssel rászoruló gyerekeken szeretne segíteni az önkormányzat az év végén. A lakosság felajánlásait és ajándékait a helyi polgármesteri hivatalba várják.